Bot, horgásszék, csali, vödör, merítőháló. A horgászathoz szükséges kellékeket pakolják a buszból a táborozó gyerekek az Abértónál, ide kirándultak csütörtökön délelőtt. Az egyes tó Gyöngyös patak felőli partszakaszát foglalták el, segítők mutatták meg nekik, hogyan kell csalizni és bedobni. Szépen ki legyen húzva, úgy, és akkor ennél egy picit följebb tekerjük. Csontit mennyit tettél rá? Egyet. 21 gyerek vesz részt az idei horgásztáborban, van, aki napközis rendszerben, de többségük a bentlakásos verziót választotta. Azért jelentkeztem ebbe a táborba, mert néztem videókat a vaskeresztesi táborról, és ahogy fogták a halakat, jó tempóba fogták, és nekem is megtetszett ez a tábor. A tábort a 9-15 éves korosztály számára hirdetik meg, már majdnem 30 éve. A családból senki más nem horgászik, én 4 éves korom óta horgászom. A Balatonon kezdtem el ilyen kis spitzbottal horgászni. Igaz, csak 2 éve kezdtem el horgászni, meg az apukám is néha-néha hobbiból horgászott, és aztán rám ragadt. Csak így megszerettem, és eljöttem. Na ezért nem egy kis csali, erre jön a keszeg, a kárász, a törpeharcsa, ami éppen sikerül. Be tudod dobni? A gyerekek sok-sok fogási élménnyel gazdagodhatnak, tökéletesíthetik horgásztechnikájukat, és újdonságokat is tanulhatnak itt. Sajátítsák el az alapokat, aki még nem tudja, bár vannak nagyon felkészült gyerekek is, és ezt még pluszban megsegíti, hogy vannak előadásaink, például egy világbajnoki ezüstérmes féderhorgászunk volt, a Németh Balázs, akkor legyező bemutatót láthattak például még, tehát így az alapokat, a módszerekről, milyen halra, mivel horgászunk. A táborozók a vaskeresztesi tavon horgásznak legtöbbet, de a programban úszós és féder bemutató, célba dobás, esti horgászat, halsütés a tábortűznél és strandolás is szerepel.